Békesség veletek. És a lelkeddel. Nagy szeretettel köszöntöm kedves megjelent testvéreket, mindazokat a testvéreket, akik a közvetítésen keresztül kapcsolódnak közös ünneplésünkbe, és jelenlévő paptestvérek, főtisztelendő érsek urat, általános helynök atyát, gazdasági helynök urat, bírósági helynök urat, irodaigazgató atyát. Szeretettel köszöntöm Nagy Károly atyát, Székesegyháznak a plébánosát, kanonok urat, a kerület papságát, diákonus testvéremet, és minden kedves jelenlévőt, aki képviseljük a főegyházmegye papságát, híveit. Képviseljük azokat az imádkozókat, akik nagy hálával gondolnak, különösen a mai napon, a nagy ajándékra, Bódi Mária Magdolna vértanúságára, az ő életáldozatára. Nagy kincs, nagy ajándék főegyházmegyénk számára is, buzgón imádkozunk azért, hogy az ő áldozata, az ő húsvéti áldozata az egész magyar egyház számára is kincset jelentsen. Kérni és hálát adni jöttünk. Ugyanakkor szeretnénk megbecsülni az egyháznak az egyetemességében azt az áldozati kincset, amiről hisszük, hogy kinek-kinek az áldozata döntése az egész egyház számára értéket képvisel és értéket teremt. Méltó módon szeretnénk ünnepelni húsvéti hitünket. Vizsgáljuk meg lelkiismeretünket és bánjuk meg bűneinket. Jónom, a mindenható Istennek, és nektek testvéreim, hogy sokszor és sokat vétkeztem, gondolattal, szóval, cselekedettel és mulasztással. Én vétkem, igen nagy vétkem, kérem ezért a boldogságos, mindenkor szeplőtelen Szűz Máriát, az összes angyalokat és szenteket, és titeket testvéreim, hogy imádkozzatok érettem, Urunkhoz, Istenünkhöz. Irgalmazzon nekünk a mindenható Isten, bocsássa meg bűneinket, és vezessen el az örök életre. Amen. Krisztus dicsőségben, lelki örömben, dicső testben, Alleluja! Kyrie eleison, Kyrie eleison. Kriste eleget tettél a keresztfán, életünk lettél föltámadván, Alleluja! Krisztus.
vészeltes kérünk érdemedben, a húsvétnak örömében. Alleluja! Kyrie eleison, Kyrie eleison. Könyörögjünk! Istenünk, Te megváltottál és gyermekeiddé fogadtál bennünket. Tekints jóságosan szeretett fiaidra, és vezess el minket, Krisztusban hívőket, az igazi szabadságra és a mennyei dicsőségbe. A mi Urunk Jézus Krisztus, a Te fiad által, aki veled él és uralkodik a Szent Lélekkel egységben, Isten mindörökkön örökké. Amen. Szent Lecke az apostolok cselekedeteiből. Azokban a napokban, amikor a tanítványok száma már megnövekedett, zúgolódást támadt a görögök közt a zsidók ellen, hogy mindennapi alapmisna osztáskor az ő özvegyeiket háttérbe szorítják. Ezért a 12 összehívta a tanítványokat, és így szóltak hozzájuk. Nem volna rendjén, hogy elhanyagoljuk Isten igéjét, s az asztal szolgálatát lássuk el. Szemeljetek hát ki magatok közül, testvérek, 7 jó hírbe álló, szent lélekkel eltelt bölcs férfit, akiket megbízhatunk ezzel a feladattal. Mi pedig majd az imádságnak és az ige szolgálatának szenteljük magunkat. Tetszett a javaslat az egész közösségnek, és a kiválasztották Istvánt, ez a hittel és szent lélekkel eltelt férfit, aztán Fülöpöt, Prohoruszt, Nikánort és Timont, Parmenászt és Miklóst, az antiókai prozelitát, az apostolok elé állították őket, azok pedig imádkoztak felettük, és rájuk tették a kezüket. Isten igéje pedig tovább terjedt, úgyhogy a tanítványok száma igen megnőtt Jeruzsálemben. Még a papok közül is tömegesen hódoltak meg a hitnek. Ez az Isten igéje. Istennek legyen hála. Kegyes szemed legyen rajtunk, Te benned van bizodalmunk. Kegyes szemed legyen rajtunk, Te benned van bizodalmunk. Örvendezzetek igazak az Úrban, a szentekhez dicséret illik. Dicsérjétek az Urat citerával, tíz húrú hárfán zengjetek néki. Kegyes szemed legyen rajtunk, Te benned van bizodalmunk. Sziklaszilárd az Úr igéje, minden tettét hűség vezeti. Az igaz lelkűséget és a törvényt szereti. Telve van a föld az Úr irgalmából. Kegyes szemed legyen rajtunk, Te benned van bizodalmunk. Az Isten félőkre ügyel az Úr szeme, akik bíznak az ő irgalmában. Megmenti lelküket a haláltól, és táplálja őket éhínség idején. Kegyes szemed legyen rajtunk, Te benned van bizodalmunk. Zene.
Alleluja, alleluja, alleluja. Alleluja, alleluja, alleluja. Feltámadt Krisztus ki mindeneket alkotott, és megkönyörült a bűnös emberen. Alleluja, alleluja, alleluja. Az Úr legyen veletek. És a te lelkeddel. Evangélium Szent János könyvéből. Dicsőség neked, Istenünk! A kenyérszaporítás napján, amikor beesteledett, Jézus tanítványai lementek a tóra. Beszálltak a bárkába, és elindultak a tavon át Kafarnaum felé. Már rájuk sötétedett, de Jézus még mindig nem volt velük. Erős szél fújt, és a tó háborgott. 35-30 stádiumnyit, mintegy 5 kilométert eveztek már, amikor látták, hogy Jézus a vizen járva közeledik a bárkához. Nagyon megijedtek, de Jézus bátorította őket. Én vagyok, ne féljetek! Fel akarták venni a bárkába, de a bárka abban a pillanatban partot ért, éppen ott, ahová tartottak. Ezek az evangélium igéi. Áldunk téged, Krisztus! Alleluja! Kedves testvérek, akik bekapcsolódnak közös imádságunkba. Jézus a vízen jár, Jézus a vízen járva közelít apostolaihoz. Aztán az apostolok cselekedeteinek leírásában pedig arról hallunk, hogy az apostolok éppen Jézus példáján gondolkodva és az ő tanítását követve alakítják ki a szolgálatnak az új rendjét, az igehirdetésben, az imádságban, a szegények szolgálatában. A vizenjárás szolgálatoknak a rendje, azonosulás Krisztussal a döntés, Krisztus követése, és ennek a teljessége a vértanúság. Mindez, akár Jézusnak a gesztusa, akár a tanítványoknak a reflektálása, mit jelent Krisztust ismerni, Krisztust szeretni, Krisztus módjára élni, a föltámadásban nyer értelmet, és a föltámadásban nyeri el igazi erejét. Krisztus föltámadt, Krisztus él. Ezt ünnepeljük. Ez jelenti a húsvéti időszaknak az erejét, és ebben akarunk megerősödni, hogy napról napra Krisztus módjára tudjunk élni. Jézus Krisztus föltámadása erőt ad nekünk ahhoz, hogy higgyük, ő Isten fiának bizonyult. Értelmet és erőt ad Jézus Krisztusnak a föltámadása, hogy tanítását kételkedés nélkül, kétkedés nélkül a maga teljességében és maga épségében elfogadjuk, és értelmet és erőt ad ahhoz,
hogy követését kételkedés nélkül, döntéseinket nem megkérdőjelezve, nem visszalopkodva akarjuk megtenni. És Szent Lelke ajándéka újjáteremt bennünket. Újjászületett emberek vagyunk. Új törvények valósulnak meg az életünkben. Fölötte állunk e világ rendjének. Új törvény érvényesül tagjainkban. Mindaz, aki hiszi, hogy Jézus Krisztus föltámadott és él, vele együtt élni fog, és mindaz, aki hiszi, hogy Jézus Krisztus az Isten fia, és élettel képes megajándékozni bennünket, új törvényeket ad szívünkbe, már a Krisztus törvényei alapján képesek vagyunk e világi életünkben is vízen járni, képesek vagyunk új törvények szerint döntéseket hozni. Új identitásunk van Jézus Krisztusban, és ez a Krisztushoz való kötődés, Krisztushoz való tartozás, amit megéltünk a szentségek rendjében, képessé tesz bennünket a vízenjárásnak, az életadásnak a radikalitásáról. Nagy kincset és nagy ajándékot ünneplünk most, amikor Bódi Mária Magdolnára emlékezünk, az ő életáldozatát köszönjük meg, és állítjuk évről évre magunk elé, mint az egyháznak az ajándékát, hiszen az ő áldozata pontosan ezt mutatja. Jézus Krisztushoz való kapcsolódásunk révén új törvények valósulnak meg a szívünkben, ami egészen más értékrendet alakít ki, képessé tesz bennünket olyan bátorságra, olyan döntésekre, amelyek fölött állnak e világ rendjének, fölött állnak saját megszokottnak vélt természetünknek. Ezt köszönjük meg. Azt a tanítványi lelkületet, amit tanulhatunk tőle, a szentségi élethez való ragaszkodást, az áldozatot a vasárnapért, és mennyire nagy szükségünk van erre, és talán nem is tudjuk, hogy mennyire nagy szükségünk lesz erre, amikor reménykedünk abban, hogy a pandémiás helyzet elmúlik, és ismét megújult erővel, nem is a régi rendben, hanem megújult erővel akarjuk ünnepelni a vasárnapot, hogy legyen erőnk, legyen bátorságunk, legyen táplálékunk. Milyen nagy szükség van, hogy a szentségi életet értéknek tekintsük. Mennyire hálásak vagyunk az ő élet példájáért, amikor felfedezzük benne az imádságnak az erejét. És mennyire hálásak vagyunk az ő élet példájáért, amikor látjuk a konkrét, közvetlen szeretet cselekedeteinek az erejét, amely képes tanúságtévő módon bizonyságot tenni Jézus Krisztusról, a feltámadottról, de éppen vissza is hat ránk a mindennapi konkrét, közvetlen szeretet cselekedetek, az apró cselekedetek erősítik bennünk Krisztushoz való ragaszkodásunkat, erősítik döntéseinket, hogy akkor, amikor képesek vagyunk napról napra dönteni, ez vezet bennünket el oda, hogy képesek legyünk olyan döntést hozni, ami végérvényes, ami az életünket is képes föláldozni Krisztusért, akit ismerünk, akit szeretünk. Ezek készítenek bennünket föl arra, hogy akarjunk jó döntéseket hozni, visszavonhatatlan döntést. És mert megnyertük az életünket Krisztusban, mert új törvények ereje valósul meg az életünkben, ezért képesek vagyunk fölajánlani az életünket. Úgy tekinteni a saját életünkre, mint ami óriási kincs, ajándék, ami a miénk egyszeri, megismételhetetlen, de föláldozható. Nem csak egy hősies gesztusban, hanem mindennapi cselekedetekben, és föláldozható abban az értelemben is, hogy az egyház lelki közösségében úgy is elfogadást nyer áldozatunk, hogy nem tudjuk hol, mikor, kinek a javára válik az az áldozat, az a Krisztushoz ragaszkodás, amit napról napra megteszünk. Milyen nagy példa ő számunkra ebben is, és természetesen a bátor cselekvésben. Hiszen bátorság nélkül
sem élni, sem szeretni nem tudunk. És ez a bátorság, ez Krisztus szent lelkének a bátorsága, az erőnek a lelke, a bátorítónak a lelke is ereje. Közös imádságunkban, a Szent Mise áldozat bemutatásában megköszönjük Bódi Mária Magdolna példáját, azt a példát, ami vonz, amit nem kell magyarázni, nem kell értelmezni, nem kell bizonygatni, kinek van igaza, vagy miért érdemes élni és küzdeni, hanem egyszerűen vonzásába kerülünk, megerősít bennünket az ő döntése és áldozata, hogy saját húsvéti hitünket megújítva legyen bátorságunk nagylelkűen bátran, de az élet apró cselekedeteiben döntést hozva élni. Mennyire szükség van mind egyén életünkben, mind közösség életünkben, mind társadalmi életünkben, mind kultúránkban erre a krisztusi identitásra. Krisztushoz tartozunk, Krisztusban értelmezzük önmagunkat, Krisztusban van értelme az életünknek, cselekedeteinknek, jövő utáni vágyakozásunknak, gyógyulás utáni vágyakozásunknak, erőfeszítéseinknek. És mennyire szükség van nekünk, akik ismerjük Krisztust, akik az ő erejében élünk, mennyire szükségünk van a mindennapi élet bátorságára. Arra a bátorságra, ami készítesz bennünket a küzdelemre a gonoszszal szemben, készítesz bennünket a küzdelemre a jóért, készítesz bennünket a küzdelemre a közösségért, készítesz bennünket a küzdelemre Krisztusban felismert emberi méltóság képviseletére, amikor küzdünk az emberért, a családért, az ifjúságért, a jövőért, a reményért, az életnek, a Krisztusban felismert életnek a méltóságáért. Milyen jó, hogy ilyen közeli példa van számunkra. Egy olyan példa, aki egy nagyon zűrzavaros helyzetben, mégis Krisztushoz való ragaszkodásának egyértelműségében adott példát számunkra. Legyen bátorságunk megújulni húsvéti hitünkben. Legyen bátorságunk elhinni, mert új törvényeket élünk meg tagjainkban. Van lehetőségünk a mindennapokban a vizenjárásra, van lehetőségünk a szolgálatok újrendjének a kialakítására, van lehetőségünk döntéseink megerősítésére, van lehetőségünk bátorságunkra, ennek megélésére a küzdelmeinkben. És most, amikor, ha nem is megszokott módon együtt imádkozunk, hálát adunk és kérünk. Kérjük gondviselő Istenünket a boldogávatási folyamat eredményességért, hogy az egyházban deklaráltan is az ő áldozata értékként jelenjen meg, példát adva magyar egyházunk számára, ifjúságunk számára, és legyen az ő áldozatának elfogadása a mi keresztény életünk bátorítására. Amen. Imádkozzunk testvéreim, a mi Urunkhoz, Jézus Krisztushoz, aki a vértanúk hősiesség által mutatja meg a világnak az igaz hit értékét és az áldozatvállalás magasztosságát. Imádkozzunk Szent Atyánkért, Ferenc pápáért, hogy a Szentlélek erejével hirdesse Isten szeretetét. Imádkozzunk püspökeinkért, hogy az apostolok lelkesedésével tanúskodjanak az Úr feltámadásáról. Kérünk téged, hallgass meg minket! Bódi Magdi lelki fejlődésében fontos szerepük volt a lelki atyáknak. Áld meg papjainkat, hogy bennünket is az életszentség útjára vezessenek.
Kérünk téged, hallgass meg minket. Bódi Magdi a gyári munkások között is megélte, és ha kellett, megvédte keresztény hitét. Add, Urunk, hogy mi is bátran megvalljuk beléd vetett hitünket. Kérünk téged, hallgass meg minket. Bódi Magdi sokrétűen kivette részét a szeretett szolgálatból, ahol tudott, segített. Add, hogy mi is észrevegyük a ránk szorulókat, és készségesen segítsünk rajtuk. Kérünk téged, hallgass meg minket. Bódi Magdi nagyra becsülte az anyaságot, de mégsem a házasságot, hanem a szűzi életet választotta. Erősítsd meg családjainkat hűségben, szeretetben, és adj egyházadnak hivatásokat követő szüzeket. Kérünk téged, hallgass meg minket. Bódi Magdi sokat imádkozott, és naponta magához vette az oltári szentséget. Add, Urunk, hogy megértsük, csak akkor hozhatunk bő termést a szeretetben, ha nem hanyagoljuk el lelkünk táplálását. Kérünk téged, hallgass meg minket. Uram királyom, védj magadhoz! Ezt az utolsó fohászt is meghallgattad Bódi Magdinak, amikor vérét ontotta érted. Add meg nekünk, Urunk, hogy a szentek társaságában tisztelhessük mindig a te nagyobb dicsőségedre, aki élsz és uralkodol mindörökkön örökké. Amen. Testvéreim, hogy áldozatunk kedves legyen a mindenható Atya Isten előtt. Fogadja el az Úr kezedből az áldozatot,
nevének dicséretére és dicsőségére, mindannyiunk és az egész anyaszent egyház javára. Irgalmas Istenünk, szenteld meg ezeket az adományokat, és elfogadva lelki áldozatunkat, tégy minket neked szentelt örök áldozattá, Krisztus, a mi Urunk által. Amen. Az Úr legyen veletek. És a felelkeddel. Emeljük föl szívünket. Fölemeljük az Úrhoz. Adjunk hálát Urunknak, Istenünknek. Méltó és igazságos. Mert valóban méltó és igazságos, illő és üdvös, hogy minden időben magasztaljunk, Urunk, téged. De különösen most a húsvéti időben, midőn áldozattá lett értünk Krisztus a húsvéti bárány. Ő szüntelenül felajánlja értünk életét, és színed előtt állandóan pártfogol minket. Feláldozva önmagát nem hal meg soha többé, halálában lett örökkön élő áldozat. A húsvéti öröm ezért kiárad az egész földre, a nagyvilág örvendezve újjong, a mennyei erők és a hatalmas angyalok a te dicsőséget himnuszát zengik, és vég nélkül mondják. Szent vagy Istenünk, és méltán dicsőít téged alkotásod az egész teremtett világ. Mert fiad, a mi Urunk Jézus Krisztus által, a Szentlélek erejével éltetsz és megszentelsz mindent, és népet gyűjtesz magad köré szüntelen, hogy napkelettől napnyugatig tiszta áldozatot mutasson be neked. Kérve kérünk tehát, Istenünk, a Szentlélek által szenteld meg áldozati adományunkat, hogy teste és vére legyen fiadnak, ami Urunk Jézus Krisztusnak, akinek rendelése szerint ezeket a szent titkokat ünnepeljük. Ő ugyanis azon az éjszakán, amelyen elárultatott, kezébe vette a kenyeret, és neked hálát adva áldást mondott, megtörte, majd tanítványainak adta, és így szólt. Vegyétek, és egyetek ebből mindnyájan, mert ez az én testem, mely értetek adatik. A vacsora után ugyanígy kezébe vette a kelyhet, és neked hálát adva áldást mondott, majd tanítványainak adta, és így szólt. Vegyétek, és igyatok ebből mindnyájan, mert ez az én vérem kelyhe, az új és örök szövetségé. Ez a vér értetek, és sokakért kiontatik a bűnök bocsánatára. Ezt cselekedjétek az én emlékezetemmel. Íme hitünk szent titka. Halálodat hirdetjük, Urunk, és hittel valljuk feltámadásodat, amíg elmennyezsz. Annak emlékét ünnepeljük tehát, Istenünk, hogy fiad üdvösségünkért szenvedett, csodálatosan feltámadt, fölment a mennybe, és második eljövetelét várva, hálás szívvel felajánljuk neked ezt az élő és szent áldozatot. Tekints kérünk egyházad áldozati adományára, ismert föl benne fiad áldozatát, amely által kiengesztelődni akartál. Add, hogy mi, akik az ő testét és vérét magunkhoz vesszük, szent lelkével eltelve egy test és egy lélek legyünk Krisztusban. Ő tegyen minket neked szentelt örök áldozattá,
hogy elnyerhessük az örökséget választottaiddal, elsősorban Isten anyjával, a boldogságos Szűz Máriával, Szent Józseffel, az ő jegyesével, Szent apostolaiddal, a dicsőséges vértanukkal és minden szenttel együtt. Az ő közbeni állásukban bízva reméljük, hogy mindenkor megsegítesz minket. Kérünk Istenünk, hogy engesztelő áldozatunk hozzon az egész világnak békét és üdvösséget. Erősítsd meg hitben és szeretetben földi zarándok útját járó egyházadat, szolgádat Ferenc pápánkat és György érsekünket, a püspökök testületét, a papságot és egész megváltott népedet. Teljesíts kegyesen házad népe kéréseit, hiszen te akartad, hogy színed elé álljunk. Jóságos atyánk, von magadhoz irgalmasan a világon szétszórodott valamennyi gyermekedet. Elhunyt testvéreinket pedig, és mindazokat, akik a te kegyelmedben költöztek el ebből a világból, fogadd be jóságosan országodba, ahol reményünk szerint dicsőségedben velük együtt mi is örökre gazdagon részesülünk Krisztus Urunk által, mert által árasztod el minden jóval a világot. Ő általa, ő vele és ő benne, a tiéd mindenható Atya Isten, a Szent Lélekkel egységben, minden tisztelet és dicsőség, mindörökkön örökké. Amen. Ha Krisztussal feltámadtunk, Isten gyermekei vagyunk, és nagy bizalommal így merünk imádkozni. Mi Atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek, és ne védj minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól. Szabadíts meg, kérünk, Urunk, minden gonosztól, adj kegyesen békét napjainkban, hogy irgalmadból mindenkor bűn és baj nélkül éljünk, míg reménykedve várjuk az örök boldogságot, és üdvözítőnknek, Jézus Krisztusnak dicsőséges eljöttét. Mert tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség, mindörökké. Amen. Feltámadása után Jézus így köszöntötte tanítványait, békesség nektek. Ezért kérjük, Urunk Jézus Krisztus, te legyőzted a bűnt és a halált, ne vétkeinket nézzed, hanem egyházad hitét. Őrizd meg szándékod szerint békében, és add meg teljes egységét. Aki élsz és uralkodol mindörökkön örökké. Amen. Az Úr békéje legyen veletek mindenkor. És a lelkeddel. Engesztelődjetek ki szívből egymással. Legyen békés és köszönjük mindenkor. Isten báránya, íme aki elveszi a világ bűneit. Boldogok, akiket meghív asztalához Jézus, az Isten báránya. Uram, nem vagyok méltó, hogy hajlékomra jöjj, hanem csak egy szóval mond, és meggyógyul az én lelkem.
aki nékem szolgál, engem kövessen, és ahol én vagyok, ott lesz az én szolgám. Az Úr az én pásztorom, nincs hiányom semmiben, zöldellő réteken át helyet nékem. Aki nékem szolgál, engem kövessen, és ahol én vagyok, ott lesz az én szolgám. Asztalt terét esznékem, hogy szorongatóim szégyent valljanak. Aki nékem szolgál, engem kövessen, és ahol én vagyok, ott lesz az én szolgám. Urunk Istenünk, magunkhoz vettük a szent áldozat ajándékát. Alázattal kérünk, hogy növelje szeretetünket az, amit szent fiad az ő emlékezetére cselekednünk rendelt, aki él és uralkodik mindörökkön örökké. Amen. Kedves testvéreim, most pedig imádkozzunk közösen azzal az imádsággal, amelyben kérjük a boldog beavatást Bódi Mária Magdolna számára. Krisztus királyunk, szüzességi fogadalmával Magdolna örökséget esküdött neked, gondviselő szeretetedből az zárt ajtó helyett a gyár kapui nyíltak meg előtte. Amilyen szívesen lett volna ismeretlen kis Lilium, Isten szerető jegyeseit koszorújában, ugyanolyan készségesen ment sugározni az Isten és ember szeretetet, a rólad megfeledkezett, de mégis jobb sorsa érdemes munkások közé a gyárba. Uram királyom, védj magadhoz, ezt az utolsó fohászt is meghallgattad,
amikor vérét ontotta érted. Add meg nekünk, Urunk, hogy Magdolná szentársaságában tisztelhessük mindig a te nagyobb dicsőségedre. Amen. Késmárki Markolya László, Máma pusztán. A mámai nagy part felett járok, sűrű, hosszú árnyat vetnek az akácok. Leülök a zsályaszagú fűre, felém tekint a Balaton tükre. Ezt a tükröt nézte és csodálta a Majorban élő kis munkás leányka. Itt üldögélt, kis kezébe könyvel, bogár szeme két sarkába könnyel. Itt sejtém meg, indul nem sokára jegyeséhez, örök mátkaságra. S a napsugár vízi sugár útján égig repült lélekben a kislány. Aztán meghalt. Nem volt maradása, s beteljesült rajta az Úr mondása. Ki mindvégig tiszta szívű itt len, boldog az, mert meglátja az Istent. A nap ismét hidat verni készül, sugarait veri hit pillérül. Mennem kéne, messze van még Veszprém, de ezt a képet örökértig nézném. Tihany felől harangszava kondul, s én csak állok, bódultan, bolondul. Fehér sirály bukik le a tóba. Magdi lelke jött, láttok. A kuratórium jelenlévő tagjainak, kerület papságának, hogy együtt imádkoztunk, és ugyanígy mindazon testvéreknek, akik a közvetítésen keresztül kapcsolódnak be, és Krisztus szent lelkében vagyunk egyek. Buzgón imádkozzunk azért, hogy a boldog avatási eljárás az minél hamarabb célba érjen, hiszen szükség van erőforrásra, szükség van bátorításra, szükség van olyan emberekre, akiknek a szívében egyértelműen, megkérdőjelezhetetlenül ott van Krisztus törvénye, és példaként állnak előttünk. Szükség van olyan emberekre, akik hiszik Krisztus módjára, feltámadott módjára, van lehetőség vízen járni, fölülemelkedni életünk minden nehézségén, értékelve, becsülve, adott esetben fájdalommal hordozva azokat. Hisszük, ez az eljárás sokak számára megerősítő lehet, és hisszük azt is, hogy egyházmegyénkben családok, fiatalok erőt meríthetnek Bódi Magdolna példájából. Ezért imádkozunk, és abban a reményben, hogy későbbiekben, nem csak egy év múlva, hanem olyan alkalmakkor, amikor fiatalokkal, katolikus iskolák növendékeivel, családokkal tudunk együtt ünnepelni, akkor megújult lélekkel, nagy örömben, ugyanakkor az élet méltóságával akarunk ünnepelni az ő példáját követve. Fogadjuk az Úr áldását. Az Úr legyen veletek! Isten, aki egyszülött fiának feltámadása által megadta nektek a megváltás és az Isten gyermekség kegyelmét, örvendeztessen meg titeket áldásával. Amen. Aki a megváltás kegyelme által mindörökké szabaddá tett titeket, adja meg nektek mennyei országának örökségét. Amen. Miután pedig a hit által új életre támadtok fiával együtt a keresztségben, éljetek példája szerint itt a földön, hogy méltók legyetek eljutni hozzá a mennyei hazába. Amen. És áldjon meg benneteket a mindenható Isten, az Atya, a Fiú és a Szentlélek. Amen. A Szent Mise véget ért, menjetek békével, alleluja, alleluja. Istennek legyen hála, alleluja, alleluja.